Sziasztok! Íme néhány csali, amely bevált számomra csukapergetésnél. Kezdjük is az első, leguniverzálisabb csalival. Ő a Salmon Hornet 5 cm-es lebegő típusa. Itt is látjátok egy képen, találtam hozzá. A csukapergetés közben ugye ő felúszó típus, ezáltal a hínár fölött is el lehet vezetni. Mégis nagy ugye a csőre, ezért mélyebb vizekre is le lehet húzni. A csuka mellett szívesen megeszi a sügér is, de ha lejjebb lapozunk, akkor látunk ugye még egy sügeret. Majd nem sokára itt van egy csuka. Én nagyon szeretem ezt a csalit. Relatív közepes távolságra lehet dobni. Ugye talán ő a közepes méret, tehát ez az 5 cm a leguniverzálisabb. És nekem ez a kis barnás vörös hasú, ami bevált. Én ezt bármikor, bármelyik pergetésre magammal vinném. Jöjjön a következő. Számomra a másik favorit csukacsali, a Salmon Skinner. Meglepő lehet, ugyebár ez egy harcsás csali, de számomra csukapergetésnél is előszeretetten kerül ugye a zsinór végére. Mint látjátok, már itt ezen a képen is, mindig itt az utolsó horgot fogja meg a csuka. És hogyha egy idő után nem lesz kapás, én ezt meg szoktam spékelni. Tehát teszek a végére egy twistert, hogy itt látjátok, és akkor még több kapás lehet kicsikarni. Én általánosan ezt a csalit nem folyamatos húzással vezetem, hanem hagyom bedobás után, lebeg, így a csőre kilóg a vízbe, majd utána egy-kettő határozott rántást végzek, majd kicsit feszítek a zsinóron, és általában mindig a megállítás pillanatában üt rá a csuka. Ugye ez egy nagyon interaktív, felszíni peca, tehát hogyha ráharap a csuka, egyből fogjátok látni, hogy leütötte a wobbleredet. Immár a harmadik kedvenc csalim, ez a törcsőrű, lebegő friszki. Ő 7 cm-es, nekem ez a szín jött be igazán. Kamera gondban van ezzel a csillogó testtel. Itt is látszik már azért, hogy őt is harapta már csuka. Nagyon messzire dobható, ezért is szeretem nagyon. És inkább ez a törcsör kisebb tavakban, vagy akár olyan nagyobb tavakban, amin nincs az az igazi nagy mélység, és folyamatos húzásra van szükség, mivel két részes wobblerről van szó, ugye itt a második tag, ami fog kicsit erőteljesebb mozgást végezni. Én folyamatos húzással vezetem, néha azért érdemes megállítani, de egy nagyon-nagyon eredményes csali csukázás szempontjából is. És itt jöjjön a legutolsó, vagyis nekem az utolsó, ami nagyon kedvencem. Ez a süllyedő slider, ebbe is egy kisebb 5 cm-es. Tehát egy slider 5 cm-es csaliról van szó. Ő süllyedő típusú, nagyon messzire lehet dobni őt is, és igazából nem tudom, hogy ha valaki netán nem használta, akkor úgy kell elképzelni, hogy szépen így ereszkedik le picit libegve, majd ahogy vezeted, ennek érdemes egy merevebb előkét kötni. Hát lehet az igazából fluorokarbon, vagy régebben ugye drót előkét kötöttünk, mert nagyon-nagyon nagy irányú oldalmozgásokat végez csali vezetésnél, és valahogy a csuka erre örül meg. Ezzel be is szeretném fejezni. Igazából nem vagyok egy szalmópárti, sok másik rapala csalim is van,
De valahogy a csukázás szempontjából a villantók mellett nekem ezek a szalmók nyújtják mindig a megoldást.